hozzám ne legyen jó senki, mert megölöm, levelem, legyilkolom. Német Andor dolgozik, jó? Az más. Friss a vízem. Jó, igen. Valamit ingyen akarok. Az 1936-ban megjelent Szabad ötletek jegyzéke a magyar irodalomtörténet egyik legjelentősebb és legvitatottabb művének számít. A kötetben József Attila kendőzetlenül, nyersen megfogalmazva jegyezte le kételyeit, félelmeit, traumáit. A költő ebben az időszakban szakemberhez fordult a problémáival, a terápiás kezelés Gyömrői Edit pszichológus végezte, arról megoszlanak a vélemények, hogy ő javasolta azt, hogy ezeket a gondolatokat papírra vesse. Sütő Andrásra már kamaszként is nagy hatással volt József Attila gondolatvilága, amelyben elmélyülve egyre inkább azt érezte, hogy örökérvényű problémákat taglal az alkotó. Már középiskolában versmondó versenyeken mondtam a verseit, és amikor először találkoztam vele, akkor azt vettem észre, hogy ezek az én gondolataim is lehetnének akár. Nagyon-nagyon úgy fogalmaz, hogy azzal mindenkivel kapcsolatot tud teremteni, és mindenki a sajátjának valhatja, vagy a sajátjának érezheti, mert kicsit olyan, mintha helyettünk gyónna, vagy helyettünk érezne, helyettünk fogalmazná meg azokat a gondolatokat, akár az emblematikus verseiben, a Nagyon fájban, vagy a Tudod, hogy nincs bocsánatban, vagy akár a Szerelmes verseiben is. Szóval én őt egy univerzális költőnek tartom, és nem véletlen, hogy egyébként napjainkban mindenhol, még Kínában is tanítják József Attilát. Van egy kínai barátnőm, aki mondta, hogy ő az egyetemen irodalomórán tanítják, mert hogy le van fordítva még kínaiul is. Én nem akarok dolgozni, én nem fogok dolgozni, Gyömrői sem dolgozik, Hatvani sem dolgozik, Rapaport sem dolgozik, Így és Gyula sem dolgozik, forradalmár, mert fél a munkásoktól. Én nem akarok kapálni, én nem őzöm a disznókat, én nem hagyom ki a libákat, dolgozzon a Gyömrői, dolgozzon a Jolán, dolgozzon az Etus, dolgozzon a Mama. A nagykanizsai születési színművész először 20 éves korában látta színházban a Szabad ötletek jegyzékét, amelyet először Jordán Tamás állított színpadra egy önálló estje során. Az eredeti előadás egy kultikus darabnak számít a magyar színház történetben, Sütő András éppen ezért érezte úgy, hogy színészileg is meg kell érnie arra, hogy megformálhassa a vívódó költőt. Az egy katartikus előadás volt. Egyrészt József Attila Szabad ötletek jegyzéke írása miatt, másrészt Jordán Tamás rendkívül zseniális előadásmódja miatt, és akkor én fiatal pályakezdő színészként azt gondoltam, hogy na ide nekem az Oroszlánt is, egyszer majd én is ezt szeretném megcsinálni. Hát nem voltam olyan bátor, én 14 évet vártam erre a pillanatra, míg nem elkezdtem tanulni, elkezdtem vele foglalkozni, és megkerestem Jordán Tamást is, hogy tudjon róla, hogy én is szeretnék ezzel az anyaggal foglalkozni, mert hát mégiscsak ez emblematikusan hozzákötődik, áldását adta rá, és elkezdtem pontosan annyi idősen tanulni, amikor József Attila ezt megírta. Ő 32 éves volt, amikor megírta, 36 májusában. Én is 32 éves lettem, és mire aztán megtanultam, betöltöttem a 33-at, amit aztán ő már nem élhetett meg, mert nem is annyira régen, december 3-án volt a halálának a 85. évfordulója. Jordán Tamás előadása egy klasszikus előadásnak számít a magyar színház történelemben. Mennyire volt úgymond nehéz az, hogy hát nem is az örökébe lépjen, hanem hogy úgy adja elő ezt az előadást, hogy az méltó legyen is az előtthöz, de ugyanakkor saját magát is belevigye az előadásba. Nagyon nehéz volt Jordán Tamás után ezzel az anyaggal foglalkozni. Egyrészt azért, mert bármikor én ezt előveszem, rá fog vetülni Jordán Tamás árnyéka az én előadásomra. Másrészt azért, mert azon gondolkodtam, hogy ő azért ezt elég régen megcsinálta, nem tudom, de lehet, hogy közel 40 éve is játssza már, és azon gondolkodtam, hogy vajon ma 2023-ban, 22-ben, amikor elkezdtem tanulni, van-e ennek értelme? Szól-e még ez valakinek? Van-e értelme ezt az egész anyagot megtanulni, vagy az egész egy ilyen láthatatlan Kilimandzsáró, csak amit azt akarom, hogy megmásszam, vagy egy nagy hegy, mint a Mount Everest, hogy felérek a csúcsára, szétnézek, és vajon mit találok én ott? Lesz-e ennek értelme? És a visszajelzések alapján szerencsére, ahol volt 17 éves, 18 éves középiskolás is, és volt 84, 85 és 86 éves idős hölgy is, úgy tűnik, hogy van értelme, mert ugyanúgy katartikus élményt tud okozni, ugyanúgy mindenkihez tud univerzális gondolatokat találni. Nem írok verset. Nem kell pénz. Nem kell nő. Pláne a Gyömrői. Nem kell a Gyömrői,
én dolgozzak, ő meg szórakozik. Én is tudok pasziánszozni. A mama kártyát vetett. A fia nagy ember lesz. Na, miért nem lesz? Én is dögöljek meg. Azért is beleírom, aztán vége. Ez munka, ingyen. És még én fizessek érte. Sütő András stábunknak elárulta, hogy ez az előadás színészi pályája egyik legösszetettebb munkájának számít. Amellett, hogy teljesen átlényegül József Attilává, óriási koncentrációt kíván tőle a szerep, hiszen minden egyes szünetnek, hangsúlyozásnak óriási szerepe van a hiteles ábrázolásban. Szeptemberben raktam össze a felosztott részeket, és akkor kezdtem el gyakorlatban egy hónap alatt gyakorolni, hogy az egészet eleve el tudom egyáltalán mondani egybe. És amikor rájöttem, hogy el tudom mondani, akkor elkezdtem finom hangolni az előadást. Jordán Tamás előadását egyébként nagyon sokszor megnéztem, az nagyon inspirált, és nyilván azok a részek, ahol ő bizonyos találmányokat megtalált, ahol ő tart egy csendet, ott kipróbáltam azokat a dolgokat én is a saját előadásomba. Szóval ez nem egy copy-paste, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon sokszor inspirált Jordán Tamás előadása, és nagyon sokszor megoldáshoz vitt közel engem is az anyaghoz való viszonyulásomban. Színészi pályáján hova helyezni ezt az előadást? Mondhatjuk, hogy az eddigi 33 évnek a csúcsa is? A színészi pályámon soha életemben nem volt ennél nagyobb feladatom, ennél nagyobb szerepem. Azért, mert játszottam már korábban színházban főszerepet, meg filmben is, de olyat én még soha nem csináltam előtte, hogy teljesen egyedül vagyok, és nincsen súgó, nincsen partner. Teljesen egyedül kell, hogy 55-60 percen keresztül vagy fent tudom tartani az emberek figyelmét, vagy nem. Ez egy nagyon nehéz feladat, és ez egy rémisztő feladat, mert azért színházban 2-3 hónapig begyakoroljuk, bármikor tudjuk segíteni egymást, ha valaki nem ad egy végszót, ment a másik, vagy besúgja a súgó, és ez a védőháló nélkül kifeszített lét, ez nem tud nem izgalmat okozni számomra minden egyes előadáson, ami miatt számomra ez egy olyan anyag lesz, amíg játszom, hogy mindig a szakmai és az emberi fejlődés lehetőségét hordozza, mert nem fogom tudni sohasem félváról venni, pont azért, mert egyedül kell ezt a dolgot véghez vinnem, és mindig lesznek emberek, akik életükbe először látják, és ezt meg nem felejthetem el. A darabot a Koros Korzó rendezvényközpontban mutatták be, amelynek nézőtere teljesen megtelt az előadásra.